Fegyverek, fegyveresek, katonai járművek és felszerelések lepték el május 8-án a budapesti Orci Parkot. Itt tartották meg a Ludovika Fesztivált, amelynek múltja egészen 1924-ig nyúlik vissza. Ekkor rendezték meg ismét a végzős akadémisták tiszteletére a 18. században hagyománnyá vált száznapos ünnepséget, amelyek sora 1919-ben megszakadt. A száz nap az avatásig hátralévő időt jelöli, célja a bajtársi összetartozás szellemének erősítése, illetve iskolai hagyományként a ludovikás szokások ápolása. Köszöntőjében Varga Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes méltatta a Ludovika zászlóalj szerepét a magyar honvéd hagyományok ápolásában. Kultúránk történelmi tapasztalata, hogy a tartós jelenlétre számító igazi érték mindig messziről jön. Gazdag múltból táplálkozik. Gazdag hagyományt foglal magába és újít meg. Ilyen örökségünk a több mint 160 éves magyar honvédség szellemi, lelki öröksége, amely nemzeti hagyományaink gyarapításán túl nemzetünk megmaradásáért vállalt kötelezettségünk is, melynek a szó legnemesebb értelmében embert és jövőt formáló hatása van. Örökségünk nem kevesebb, mint hogy gyermekeink emberi méltóságát megőrizze, és így erősítsük nemzeti és európai identitástudatunkat. Ezt a hagyományt az immár 5 évvel ezelőtt megalakult Ludovika zászlóalj méltó módon őrzi, és adja tovább a következő generációknak, a tisztjelölteknek. Molnár Zsolt ezredes, a zászlóalj parancsnoka ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a tisztjelöltek, akik ma az Orci Parkban felsorakoztak, minden kihívást, vizsgát és megmérettetést teljesítettek, így hamarosan esküt tehetnek. Öröm látni azt a fejlődést, amit azóta elértünk, hiszen a Ludovika zászlóalj idén ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, és a most előttem felsorakozott tisztjelöltek már mindannyian a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdték meg tanulmányaikat. Ebben a folyamatosan fejlődő környezetben állták ki a próbát, ami ahhoz kellett, hogy a jövő tisztjévé váljanak. A hagyományoknak megfelelően elismeréseket és díjakat adtak át a honvéd tisztjelölteknek. Egyebek mellett a Bújai Vándorkardot, a Bújai Dísztört és a Kossuth Dísztört vehették át a legjobban teljesítő hallgatók. Az egésznapos rendezvényen az érdeklődők különféle statikus és dinamikus bemutatókat láthattak, a legkisebbek pedig különféle játékokon, vetélkedőkön, változatos családi és gyermekprogramokon vehettek részt.